Davinki! Davinki! Folytatódik a TikTokos sorozatom, úgyhogy nézzük is tovább a csodálatosabbnál csodálatosabb TikTokokat. Sziasztok, mint így azt tudhatjátok, két héttel bezárt a Spanyolország, ezért még kicsit vásárolni ezekbe a csöves turkálókba. Ilyen prémium márkákat kopott a bátyja. Én mindig mondtam, srácok, kis pénz, kis foci, na csumi. Semmi gond nincs azzal, hogyha két hétre bezárt Spanyolország. Két hétre bezárt a Spanyolország. Mert a shopizásnak semmi nem szabad gátat. Ezért elég még kicsit vásárolni ezekbe a csöves turkálókba. Esetleg az ilyen Philip lánynak közé még beillene egy kis Tommy Hilfiger, egy kis Calvin Klein, meg egy Gant. What up guys, Pumped Gabó vagyok. Kirejöldi. Be kell zárni a konditermeket. Persze, miért ne? Nem értem amúgy, hogy tényleg, hogy miért zavarja a kormányt az, hogyha valaki ez, vagy valaki tényleg tisztességesen csinálja azt a dolgát, amit csinál. Igen, az ilyen testépítőkkel van a baj, tehát miattuk zárták be a termeket. De itt nagyon rövid időn belül komoly tiltakozások lesznek, és tüntetések, azt garantálom. És nem tudom, tényleg a kormány dolgozóinak azt üzenem, hogy kicsit szedjétek vagy össze magatokat, jó, mert ez nagyon komoly, hogy már csináltok. Szedjétek azt már össze magatokat! Sziasztok! Mint ugye azt tudjátok, bezárták a konditermeket. Csak nem nekem, na mindegy, mert kiadtak egy olyan rendeletet, hogy aki kimondottan csak naturálba egy, az jöhet edzeni. Ez melyik kormányrendelet, tessék mondani? Ezért kell nekem is itthon edzenem, bassza meg, mert én nem full naturálba tolom. Magyar nyelvlecke. Ah, sziasztok! Kenneth vagyok. Ugyan de tal. Szeretlek. Magyarul beszélni. Oké? Okay. De mutattam a következő videót, ahol már 3 hónapja. Gyere már, Géci! Egyen már! 2 hónap alatt. Szia, szeretlek! 3. hónap. Gyere már, Géci! Géci! A lényeget megtanították a bátyának. Bongo la, bongo cha cha. Igazán nem akarom elrontani a poént, de most elfogom. Mert a magánszemélyek által rendelt cuccok repülővel jönnek, ezeken a konténerhajókon az ilyen nagyvállalatokba szállítják a cuccokat. Ez olyan tisza bütykösi lagzi. Ez a mozgás zseniális. A többi nem kell, piros ingeset vegyed. Imádom. Ki lehet a legrészegebb? Panka vagyok, és ma szerintem Bogi lesz a legrészegebb. Meli vagyok, és szerintem Bogi lesz a legrészegebb. Hannus vagyok, és szerintem Bogi lesz ma a legrészegebb. Beki vagyok, és szerintem a Bogi lesz a legrészegebb. Zsuzsi, a Bogi. Bogi vagyok, és szerintem Beki lesz ma a legrészegebb. Nem tudtuk meg, hogy tényleg ki volt a legrészegebb. Hangminőségből ítélve a Bogi telefonja volt a legrészegebb. Vajon mennyi pénzt keres Dancsó Péter a YouTube-bal? Egy magyar YouTuber átlagosan 1000 nézettségenként kap 1 dollárt. Ott valamit nagyon elrontotta, hogyha csak 1 dolláros a CPM, mert nálam az jóval magasabb, ez 3-4 dollár. Beszorozzuk, akkor ő 7000 dollárt keres csak a YouTube-on. Mellette vannak még természetesen a tévés szereplések és a szponzorációk is. De szerintetek a tévés szereplésekkel és a szponzorációkkal vajon mennyit kereshet? Semmi között hozzá. És az utóbbi másfél évben volt egyetlen szponzorált videóm. A nagypapás telefontok, az kemény, nem? Van, aki tényleg benned hordja a telefontokjában a kártyáit? Eddig csak azt láttam eddig, hogy BKV bérletet tesznek telefontokba, de hogy kártyákat, meg pénzt is. Minden a 3. kommented. Pedig van, csak szőke. De most segítségére lesz a barátnőm. Hercegné. Gyerekek, 1 óra 10 ezer. De minél nagyobb híresség vagy, annál többen akarnak veled hirdetni. Pizza szponzor, labda szponzor, minden van. Ezért változtatták meg a pápai mobilokat golyóálló üvegre, hogy ne tudjanak bedobálni pizzákat meg labdákat. Azért jó DJ-nek lenni, mert megy tovább a buli, nem zavartatja a zenét meg a jelenlevő embereket, most így ott a pult szétesett, tehát kit érdekel? Bro, I am a person. Just because I can
Ilyenok hátmás orzsigedő. Ahogy nincsen mellizma, vagy hogy? Nincsenek bordái? Kint. Hogy lehet így össze? And the hinge doesn't just open and close, fold it away. Erre lehetne építeni egy karriert a közösségi médiában. Ugyanúgy, ahogy a Daddy Longnak megcsinálta a karrierjét. Shut the fuck up and start this business. Meg a csávó, aki ki tudja gúvasztani a szemeit. Damn! Ebből is egy csomót kereshetne ez az ember. Egyesek gázmeghajtással működnek. Azt hittem ezeket az előző videóban már intéztem, most osztódnak. Mi ez a dobókockás mozdulat? Aki ezt küldi neked, azt üzeni, hogy egy ribbons vagy. R-I-B-N-C. Ó, egy rohadtul imádlak, bulizni akarok, nagyon csókollak vagyok. Hát ilyen szép bókot is már régen kaptam. TikTok trollok legnagyobb tehetsége ezért kezdtünk. Sziasztok! Ne féljetek tőlem, nem kell tőlem félni. Nyugodtan lehet kérdezni tőlem, jó? Szevasztok, srácok, szevasztok, szevasztok! A kérdések, amiket kapott, természetesen tök logikusak voltak ezután a videó után. Én megeszem téged? Ez milyen kérdés vagy? Kannibálnak nézel? Nem vagyok én kannibál? Vagy lehet, hogy te vagy a kannibál? Szóval félek tőled? Tőle? Ne fossál! Tőle? Tőle? Nem kell tőlem félni, ahogy mondtam. Na csá! Aki ennyiszer elmondja, hogy nem kell tőle félni, na attól az embertől kell félni. Miért félsz tőlem? Miért félsz? Tőlem nem kell félni. Főleg, lehet kérdezni? Nem kell tőlem félni. És imádom a TikTokon, meg a közösségi médiában mindent elhisznek az emberek. Én eszek rendesen? Nem eszek rendesen. Látod? Amit látsz, az csalás. Na csá. Pedig még ő is lerántotta a leplet magáról. Amit látsz, az csalás. Még ő is elmondta. Na imádás van. Imádás az van, csak póló nincsen. Nem akarok színész lenni. Na, ez egy nagyon jó kérdés volt. Egyébként tök jó, hogy ilyen gyerekszínész lenne. De akarok színész lenni. Lehet, hogy az is vagyok. Tudod, miért volt jó ez a válasz? Mert az is vagyok. Na csá. Ez egy kibaszott jó kérdés. Ezt tedd fel újra. Na csá. Na ez egy kibaszott jó válasz volt. Én nem félek tőled. Te félsz tőlem. Te félsz tőlem? Nem kell félni. Ez nem vicc volt. Na csá. Te is egy jó pali vagy?